Na, akkor nézzük ezt a hármas kategóriát, hogy rakjuk össze. Indul a rajt, lehetséges az élet. Molnár Gyuri, Zibrinszky Zoli, Csáki. Ez az első négyes. Tudnak, simán eljöttek. Nem volt semmi olyan bunyó, amiből bárki bármit is jót vagy rosszat kihozhatott volna. Bálintunk már ellép. Gyuri csak nyeli a pussét, nyeli a port az útról, utána kapaszkodik a kondenszcsíkba, próbálja utolérni. Bálint könyörtelenül tapossa a gázt és nyúlik el tőle. Zolink is csak csendes szemlélőként tekint az előtte lévőkre. Hogy lesz ebből előzés? Lesz ebből akció. Valószínűleg akciót csak a hátsó szektorban fogunk találni. Bermul a Pisti is, csak nézi, mi történik elő. Csáki forgatja a fejét. A szerencsés hetes most nem a leggyorsabb. Így nem nagyon fog küzdeni a dobogóért. Előzetes elmondása szerint ez az év most nem az az év. Akkor nagyon bele fog tudni szólni a bajnokság állásába. A negyedik helyt fogja ebben megerősíteni. Mint egy kicsit följött volna Molnár Gyurira, de még mindig lőtávolon kívül van. Valahogy ez a hármas kategória újján megfogyasztott, teljesen elszántak, jöttek ma el mindenféle pont, jól jöhet a tabellán, persze nem tudom, hogy korban jól jönnek a fokátodás, 600 fokban is. Közelebb kerülünk ahhoz, hogy jobb eredményeket érjünk el a jövőben. A Csáki egy kicsit problémába került, mint már mondtam, nem túl acélos a gépe.
technika és sportok között ez egyszerű okát is okozhat még meglepetéseket. Nem mondom, hogy a defekt olyan hűdez biztos ritka, de mint tudjuk azért a Hangár utcában kopnak a gumik. A defekt nem is, de egy elforrósodott gép azért mindenféleképpen problémát okozhat. Valószínűleg tartom, hogy Csáki most már inkább a védekező opcióban fut. Nem annyira a sebesség, mint inkább a hely megtartására törekszik. Igen, már inkább előfordul. Már inkább szűkebben veszi. Azt küzdjön Pisti az elemekkel. Így. Csáki még a utcán mögött András segítségét is igénybe veszi. Magára rántja a vonatot és próbál ebből opcionális előnyt kovácsolni. Beerőszakolni magát Vince Andris mellé. Nagyon vigyázott rá, hogy nehogy Andrásnak valami bejöhessen. András vissza kapta az eredeti pozícióját. Csáki még mindig védőiben. Rózsaszín mozdonyként húzza maga után a csapatot. Na most Tibi, talán most Tibi. Nem. Nincs meg a kigyorsítás. Addig végtársa lehet a tiéd.
versenyt. Ott a Molnár Gyuri aprítja a métereket. Kisugori pedig unalmas kotogás vagy. Harmadikként nézi, hogy mi történik előtte. A lőtávolság már több mint elfogyott, az már nem is létezik, csak kotognak. Nézem az akciót, azt inkább megint a hátsó szektor biztosítja. Nincs az, hogy Molnár Tibi fúrója. Adják, veszik a métereket egymás között. Mégis egy ex-bajnokról van szó, akar ő gyors is menni, gyorsabb bárkinél. Adja a gép és adja a tapadást, hogy tényleg úgy legyen. Szandisnak, mintha megint nem jött volna ki jól a gyorsítás. Fordulódik is bőszer, mi történik mögötte. Mint szerencséje Molnár Tibinek, mert ő se kapta most új a lendületet. Végtávja, mint a rövidebb lett volna, az is csinál. Lopott rajta egy kevéset, egy keveset. Egy pár tizedet, egy pár századot. Talán a kigyorsításon megint. Most talán Andris kigyorsítása volt a jobb. Védekező üzemmódra kénytelen kapcsolni. Mert elfogytak a méterek, amiket kiküzdött magának. Hogy a kigyorsítása annak a 7-esnek nem olyan jó, mint a 12-esé. Mint a 12-esnek a hátulja egy kicsit jobban úszna a kelleténél. Közelebb kerülni, mint te Andrishoz. Nagyon meleg. Olvasztotta el ezt a hatalmas tempót. Vagy csak az unalom. Lehet, hogy nem egy jön ki. És egy kicsit megpihenhet. És a menetszélben hűsölve várja a sorsát, hogy mi legyen. Kell-e védekezni? Hogy elég csak bekocogni ezen a helyen. Inkább az időmérő volt nehéz a dobogósoknak, tehát az első háromnak. És
sima kocogással be tudják hozni a időmérőn elért helyüket. Mestét válítottam már. Talán egy lekörözésbe is bele fog kezdeni. Akkor a tempó különbség az eleje és a váltúja között. Látjuk is, hogy kezdjük. Sáncsés Bárén megkapta a verseny, teljesítette a legjobb kör az utolsó. Még a végén egy kis akció. Miski megelégelte ezt a körözgetést és megpróbálja finishre vinni a dolgot. De ennyi sikerült, ennyi fért bele. Csáki lett a negyedik. Lencsés, Molnár Gyuri, Dübli Zoli. Ott az első három. Csákiek még megbeszélik, hogy mikor ki nem engedte be a másikat oda, ahova szerette volna. Na, ennyi volt mára.